Köszöntöm Önöket! Őszi Anna Mária vagyok, és a következő percekben Breyer Ádám a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjában készült első nagy játék filmjének, a Levkovicsék gyászolnak előnarációját hallhatják. A film főhelyszínéül a Levkovics házaspár otthona egy kertes, többszintes külvárosi családház szolgál. A pincében található a család családfőbox edzőterme. A földszinten a nappali, ebédlő, konyha, fürdőszoba, az emeleten hálószobák. A ház udvarán a box edzéseknek kialakított edzőpálya és ring található. A házon kívül néhány külső helyszínen is játszódnak jelenetek. A 2024-ben készült végjáték egy családon belüli ellentétekre, vallási, generációs, kulturális különbségekre épül. Családon belüli gyászesetek és a kisunak a személyes jelenléte, viselkedése és sok eseményen keresztül ívelő konfliktusok sorozata vezet a megenyhüléshez. Ez a film egy keserédes történet. A mai világban sokszor a legnagyobb kihívás a családtagokkal való egymásra találás. Levkovics Tamás és fia Iván nehezen értenek szót egymással, ám egy váratlan helyzet közelebb hozza a két férfit. A fiú lázadása, az apa konoksága, az unoka honcottsága, valamint a legtehetségesebb nyílt szívűsége, páltatlansága teszi maivá, életszerűvé és hitelessé a történetet. A karakterek hétköznapi emberek. A Magyarországon élő Levkovics házaspár, valamint baráti körük. Az Izraelben élő fiúk, Menyük és két unokájuk, akik hithő ortodox zsidók. Szereplők Levkovics Tamás, Bezelédi voltán, Sportos testalkatú, kopaszodó, idősödő férfi Konoknak és mogorvának mutatja magát, de legbelül teli van fájdalommal és sebekkel Levkovics Iván, Szabó Kimmel Tamás Külsejében az ortodox zsidó jegyek dominálnak A kis kerek keretű szemüveg, szakál, bajusz, pajesz és az elmaradhatatlan kipa Szelíd, gondoskodó, törődő természetű, bár lelkében hordozza elkeseredettségét és felgyülemlett frusztrációját. Szeretné a megbocsájtást és a családi kapcsolatok rendezését. Ariel, Leo Gagel. Iván kisfia, aki hét éves, de a család legkonokabb tagja. Édesapja a mindene, és ismeretlen nagyapját szörnyű démonként kezeli. Okosságával, rafináltságával, sokat segít a családi ellentétek kisimításában. Feri, Váradi Roland. Fiatal tehetséges roma srác, aki boxolókra jellemző szárkás rendelkezik. Lelkében egyszerű, naív és halkszavú, elfogadó. Nem ítélkezik senki és semmi felett. Levkovics Tamás fiaként tekint rá. További szereplők. Levkovics Zsuzsa, Márs Ági. Zsiga, Török András, Levkovics Tamás legjobb barátja. Horvitz Rabbi, Kardos Robert. A film alkotói. Rendező, Breyer Ádám. Forgatókönyvíró. Csaba Bálint, Breyer Ádám. Operatőr, Dévényi Zoltán. Producer, Felszegi Ádám, Ausztrics Andrea, Kázmér Miklós. Kovács Bálint a filmet leíró gondolataival kívánok jó szórakozást a filmhez szívmelengetően és meghatóan beszél a megbékélésről, aminél talán nincs is ma fontosabb téma. Az előnarráció készült a Tiszamozi KFC Korlátok nélkül című projektje keretében az Esély közalapítvány közreműködésével. Audio narrátor Őszi Anna Mária, felvételvezető Hám Tibor. Az audio narráció Hám Tibor stúdiójában készült.